Továbbra is folytatja a debreceni akkumulátorgyár elleni hergelést a baloldal. Az LMP szóvivője az M1-en arról beszélt, Magyarországra nem való ilyen gyár, és mindent megtesznek ellene. A debreceni vízmű vezérigazgatója viszont arra hívta fel a gyár ellen hergelők figyelmét, hogy az üzem csak tisztított szennyvizet használ majd, így alaptalanok és félrevezetők a baloldal állításai. Augusztus óta mondjuk, hogy az akkumulátorgyárak nem lesznek jók Magyarországnak. Mindent megtesznek a debreceni akkumulátorgyár ellen, erről beszélt az LMP szóvivője az M1-en. Gáj József azt mondta, szerintük megengedhetetlen, hogy a gyár felépüljön, mert sok vizet és energiát fogyaszt. Olyan országban, ahol aszályok sújtják minden évben az országot, és évről évre nagyobbak az aszályok, mi egy nagy vízigénnyel járó technológiás akkumulátorgyárat akarunk ide telepíteni, magyar termőföldre. Magyarországból akkumulátorgyártó nagyhatalmat akarnak csinálni, ami meggyőződésem, hogy elfogadhatatlan. A baloldal hetek óta ösztűz alatt tartja a 9000 munkahelyet teremtő 3000 milliárd forintos beruházást, támadja a Mi Hazánk mozgalom. A Mi Hazánk mozgalom tehát kéri ezeknek a közmű terveknek, engedélyeknek a kiadását. Ahol... A Jobbik is beszállt a hangulatkeltésbe. Kétségeink vannak a technika engedélyeztetését illetően. A Párbeszéd is több fórumon rendszeresen támadja a gyárat. Idehoznak egy pusztító, környezetszennyező beruházást. És Gyurcsány Ferencék is a beruházás ellen keltik a hangulatot. A működése pedig veszélyt jelent a város ivóvíz készletére és a levegőjére. Álhír, hogy a gyár veszélyezteti Debrecen ivóvíz ellátását, mert a város napi vízutánpótlása 105 ezer köbméter, aminek jóval kevesebb, mint a fele a napi lakossági felhasználás, és az ipari park összes üzeme is csak 25 ezer köbmétert fogyaszt összesen. Erről a debreceni vízmű vezérigazgatója beszélt a Kossuth Rádióban. Gorján Ferenc azt mondta, ráadásul a kínai befektetővel abban is megállapodtak, hogy nem ivóvizet, hanem tisztított szennyvizet használ majd az üzem, és azt is csak hűtésre. Nekik az megfelelő, akkor legyen az, hogy ezt a tisztított szennyvizet, amit szürke víznek nevezünk ilyen formában, ezt juttassuk el a gyár területére, és inkább ezt használják hűtésre, ne pedig az értékes, Debrecen esetében felszín alatti vízbázisok tekintetében, ne pedig azt az értékes 8000-10000 éves vizeket, amiket ivóvízellátásra használjuk. Tehát óvjuk, védjük a vízbázisainkat, a vízkészleteinket, és ha van lehetőség, és a gyárnak ez jó, akkor használjuk inkább a szürke vizet az ivóvíz helyett. Már most több száz ellenőrző kúttal folyamatosan figyelik a vízminőségét Debrecenben, és ha kell, be tudnak avatkozni. Erről a Magyar Nemzet írt. A lap kiemeli, emellett a gyáraknak is úgy kell megépülnie, hogy a szigetelés biztosított legyen, és ne érintkezhessenek a vízbázissal. Akik tehát az elektromos akkumulátorgyárak magyarországi letelepítése ellen hergelnek, azok más országok érdekeit szolgálják. Világszerte óriási verseny folyik az akkumulátorgyárakért, ugyanis ez a környezetbarát közlekedés jövője. Erről Szijjártó Péter beszélt hétfőn. A külügyminiszter kiemelte, akik a Magyarországon felépülő gyárak ellen hergelnek, azok nem a magyar érdekeket szolgálják. Akik ma az akkumulátorgyárak és a beszállító vállalataik Magyarországra történő telepítése ellen hergelnek, azok magyarországi munkahelyek 10000-eit veszélyeztetik, és azt akarják elérni, hogy ezek a munkahelyek valahol egy másik országban, vagy más országokban jöjjenek létre. És akik ma az elektromos akkumulátorgyárak ellen hergelnek, azok súlyosan veszélyeztetik a környezetet, hiszen elektromos akkumulátorok nélkül nincsenek elektromos autók, és ha nincsenek elektromos autók, akkor marad a hagyományos közlekedési hajtáslánc. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az elektromos autóipar a gazdasági növekedés hosszú távú garanciáját jelenti, és évtizedekre biztosítja a gazdaság növekedését, valamint a munkahelyek megvédését.